fohász mondanak ebből az alkalomból. Egyáltalán a pécsi közönség részvételére is számítunk, tehát a két ügy már most így összekapcsolt, e fölött sem hunyhatunk szemet. Ezt javaslom és kérem, hogy támogassák. Köszönöm. Stauk képviselő úr. Korábban már ügyrendben éreztem, de megértjük, hogy újvári alpolgármester úrnak el kell menni. Szünetet kérnék frakcióvezető helyettesként a Fidesz frakció nevében. Akkor 12.30-ig szünetet rendelek el. Kedves nézőink, reggel 9 óra óta tart Pécs megyei jogúváros képviselőtestületének szeptember 16-ai közgyűlése. A napi rend előtti szólásokban a városháza védelméről, a pécsi közutak állapotáról is szó esett. A hamarosan megérkező új Mercedes buszok kapcsán a mozgáskorlátozottak közlekedési nehézségeiről fogalmazták meg gondolataikat a képviselők. Felvetődött a pécsi mozirendszer átalakítása. Az épülő multiplex mozik mellett a tervek szerint egy művész mozi maradna meg a városban, mégpedig az Uránia. A Király utcai csemege bezárása kapcsán a Gebauer freskók védelmét, illetve a készülő kereskedelemfejlesztési koncepciót vetették fel a képviselők. Ugyancsak napirend előtt egyöntetű vélemény alakult ki arról, hogy a város semmilyen módon nem támogatja a Tudásvár elnevezésű magániskolai kezdeményezést. A napirendi sor keretében a lejárt határidejű határozatokról és a nyári szünet idején hozott bizottsági döntésekről szóló beszámolókat vitatták meg a képviselők. A civil szféra egyesületek, szervezetek támogatásával kapcsolatban többek szerint nem tisztázott, hogy milyen elvek szerint történik a támogatás odaítélése. Napirendre került a rendelet tervezett gróf Batthyány Lajos szobrának felállításáról, melyet a Kossuth térre terveznek. Ennek a napirendi pontnak a vitája most megkezdődött, de frakcióvezetői kérésre szünetet rendeltek el, így a szünet után várható döntés ebben a kérdésben. Kedves nézőink, a szünet után folytatódik a munka az ülésteremben, napirenden a gróf Batthyány Lajos szobrának felállításával kapcsolatos napirendi pont, melynek vitája már a szünet előtt megkezdődött, most folytatják a képviselők. Lezongorázva rendezési terv és egyéb vonatkozásban nem valósult meg. De a pályázatot, mint a legjobbat a város elfogadta, és feltétlenül fontosnak tartjuk, hogy emellett kötelezze is el magát. Az elkötelezésnek az egyik fontos momentuma lenne, hogy mivel az anyagi helyzet szűkös, ezt lépésekbe valósítsa meg, és ennek az egyik pont, ennek az egyik momentuma lenne, hogy elkezdenénk a megvalósítást úgy, hogy ezt a szobrot arra a helyre tesszük, ahová tervezve van. Valóban azt a sávot így nem nagyon lehetne használni, valóban elkötelezettséget vállalnánk arra, hogy az egyik szobor után jön a másik szobor, egyszer a Kossuth szobor is oda kerül a helyére, hogy a terv szerint van, de erre úgy érzem, a városnak érdemes áldoznia, érdemes anyagi eszközöket biztosítani, a pályázatok útján stb. Megszerezni. Ezre feltétlenül az a lényeg, hogy a város elkötelezettséget vállaljon, és ezt az elkötelezettséget erősíteni az, ha a szobor az eredeti helyére kerülne. Ez az egyik momentum. A másik momentum az, hogy most nincs teljes értékű rendezési terv, még vannak kételyek, de a szobor megvan. A szobrot el kell helyezni. Jött az elképzelés, hogy akkor hova? Hát oda, hogy a Kossuth Lajos szobornak a füves részébe. Kérem, én egyet tudok mondani, más szájából is elhangzott, de itt szeretném ismételni, rettenetes gondolat, legalábbis részünkről rettenetes gondolat, hogy a Batthyány szobor Kossuth Lajos kerti történje legyen. Hát szóval ez egy olyan rettenetes, amely elképzelhetetlen egy mártír miniszterelnöknél. Más megoldást kell találni. A más megoldás véleményem szerint csak egy lehet, hogy a szobor az eredeti helyére kerüljön, mert máshová, hová helyezzük el a másik variációhoz, a meglevő szoborhoz, ami drága pénzzel, szponzorok pénzéből valósítottak meg. A művészek nem járulnak hozzá, hogy a Kossuth Lajos tér helyett más helyre helyezzék el. Tehát ennyire zárt a kör, ezért szeretnénk javasolni a tervezet, tehát az előterjesztés eredeti formájában való elfogadását.
Egy személyes momentum, ez kifejezetten részemről van, és más ilyen művészeti vitákban személyemből adódik, ez más művészeti alkotásoknál is felmerült. Meggyőzésem szerint egy szoborral szemben lehetnek bizonyos elvárások egy művészeti alkotással szemben. Viccesen tudnám mondani, hogy még amikor a pápa behívta Leonardót, még ő is adott instrukciókat, ami alapján azt a szobrot el kell készíteni, elvárásokat. A művész ebben a szellemben készítette el. A rendelkezésre bocsátott rajz, hát nem ad teljes értékű képet erről a szoborról, egy kicsit én is megijedtem tőle, amikor ránéztem, mert őszintén szólva én nem tudom ezt a szobrot, egy mártír miniszterelnököt némi pátosz nélkül nem tudom elképzelni. Volt olyan szerencsém, hogy a Dévényi úr megmutatta ennek egy kicsit azért színesebb változatát, úgy már egy kicsit egész más hatást kelt, de ismételten szeretném javasolni, hogy amikor ilyen témát vitatunk, tisztelje meg a művész. Úgy ezt volt egy más, sokkal viccesebb körülmények között egy más művel kapcsolatban ilyen vita már, de jó lenne, hogyha művész ezt valamilyen kis plasztika formában megtisztelné úgy a pécsi közgyűlést, hogy akár adnak egy agyagváltozatát, vagy valamit azért itt bemutatná, hogy jobban lehessen ezzel kapcsolatban állást foglalni, meg jobban lehessen mellette kiállni. Még egyszer, frakciónk teljes mértékben az előterjesztést eredeti formájában támogatja. Köszönöm, és akkor megkérdezném a szünet után a frakciók véleményét. Kunst Márta elnökasszonyi a szó. Köszönöm a szót. Én két mozzanatot szeretnék most javasolni. Az egyik az, hogy én befogadom az építész úr javaslatát, próbáljunk egy szavazást csinálni. Ha elfogadja a közgyűlés, akkor legyen ott, bár magam sem nagyon értek egyet a itt elhangzott. Most nem a vitát akarnám rövidre zárni. Ha ez, amennyiben ez nem kap meg a szükséges szavazatszámot, akkor azt kérném, hogy egy olyan állásfoglalás szülessen, hogy a bizottságok további egyeztetést fognak a 30. közgyűlésig megtenni egy új méltó helynek a megtalálásához, annak érdekében természetesen, hogy a küldöttségek, amelyek ide érkeznek a Batthyány szobor felavatására, azok el tudják helyezni koszorúikat, és később természetesen a végleges elhelyezésről majd lehet szót ejteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. De Blázió képviselő úr ügyrendben. Blázió képviselő úr ügyrendben kért szót. Akkor utána nem ügyrendben, Parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen a szót. Nagyon örültünk annak, amit bizottsági elnök asszonytól hallottunk. Álláspontunk szerint, a frakciónk álláspontja szerint ez a legcélszerűbb és legcélra vezetőbb megoldás, hogy adjuk vissza ezt a dolgot a bizottságoknak, tehát ne kerüljön a közgyűlés abba a kényelmetlen és nem hálás helyzetbe, hogy mint egy plenáris ülésen kell neki szakmai kérdésekbe pró vagy kontra állást foglalni, azzal a megerősítéssel és azzal a hittétellel, hogy nem veszélyeztetve az október 6-i rendezvénynek a lebonyolítását és sikerét, kapják meg a bizottságok egy újratárgyalásra ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy akkor emellett a testület nyugodtan kiállhatna, és nem esnénk abba a hibába, illetve nem kerülnénk abba a kényelmetlen helyzetbe, hogy most egy ilyen akármilyen vitába, szakmai vitába bonyolódnánk. Köszönöm. Blázió képviselő úr. Szépen, és akkor most lenne az az ügyrendi javaslatom, hogy a vita elején elhangzott módosító indítvány lévén legtávolabbi az eredeti határozati javaslattól kerüljön először szavazásra, vagyis az, amit képviselőtársam is javasolt, és többen egyetértettek már eddig is vele, hogy az elhelyezés kérdését az illetékes szakbizottságok újra tárgyalják meg sürgősséggel, és a következő közülésre, ami előreláthatólag 30-án lesz, nem veszélyeztetve az elhelyezést, az ünnepélyes átadás ügyét, addigra történ meg a döntés, és a közgyűlés döntet akkor az ügyben. Köszönöm szépen. És kérem akkor, hogy erről szavazunk először. Igen, igen, köszönöm. Engedjük meg, hogy megkérdezzem Dévényi urat, hogy véleménye szerint a bizottsági tárgyalást követően és közgyűlési elfogadás után, ami 30-án történik, elegendő idő áll a rendelkezésre szobor felállításán. Köszönöm a szót.
Arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy mindenképpen a Kossuth téri elhelyezésbe gondolkozzon. Akár a véglegesbe, akár az ideglenesbe. Akkor azonban a szobor környezetének a kialakítása nyilván más és más műszaki problémákat fog felvetni. Ha a tervezett helyre, az általam elsősorban javasolt helyre kerül, akkor oda kell egy 3x3 méteres kis kertet építeni, oda kell egy elfogadható színvonalú kő járdaszegét készíteni. Ennek a járdaszegé készítésének az összege 400 ezer forint. Ez pontosan ugyanolyan járdaszegé, mint ami mindenhol van a városban, csak egy kicsit szebb kőből. Ez 400 ezer forint. Ha ezt mi vállaljuk, csak tudjuk, hogy megrendelhetem-e. A kőfaragó azt mondta, ha ma megrendelem, akkor meg tudja csinálni szeptember 30-áig. Ha ma nem rendelem meg, akkor nem. Na most, ha bizonytalanságban maradunk, és máshova kerül a szobor, mondjuk a zöldbe, ahova ez nem kell, akkor ez most kidobott pénz a részünkről, amit hát kérem, hogy mérlegeljenek. Köszönöm. Szeretném akkor összefoglalni a módosító javaslatokat. Kunst Márta bizottsági elnökasszony befogadta azt a javaslatot, melyet Dévényi Sándor fogalmazott meg, hogy a Kossuth szobor baljára kerüljön el elhelyezésre. Javaslat született de Blázió képviselő úrtól és Galbács András képviselő úrtól, hogy bizottsági ülésre utaljuk vissza, és a 30-ai közgyűlésen döntsünk. Deák Péter ugyanezt a javaslatot tette. Úgy szeretném megszavaztatni egy kérdést, amely minősített többséget igényel, hogy a legtávolabbit, tehát hogy visszakerüljön bizottsági ülésre, azzal a figyelmeztetéssel, hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogy nem biztos, hogy akkor a elegendő idő áll rendelkezésre. Előtte szeretném majd megadni a szót Gonda Tibor úrnak, de Blázió képviselő úrnak pedig azt szeretném mondani, hogy minősített többséget igényel a szavazás. Gonda képviselő úré a szó. Köszönöm, ügyrendben kértem szót, az a frakción kérése, javaslata, hogy először az idéglenes elhelyezésről szavazzunk, tehát tiszteletbe tartva azt a törekvést, amit Dévényi úr itt fölvázolt, a Kossuth szobor melletti ideiglenes elhelyezésről, ezt a frakciónk ugyanis elképzelhetőnek tartja, és el tudja fogadni, de érezzük azt, hogy lehet, hogy ez nem fog többséget kapni, és így utána nem lennénk kizárva abból, hogy megszavazzuk a Fidesz módosító indítványát, vagy nem tudom, hogy kitől származott, lehet, hogy éppen a mi épes képviselőtársamtól. Tehát másodszoron, ha nem kap többséget ez a változat, akkor elfogadjuk mi is, hogy bizottsági tárgyalásra kerüljön vissza a téma. Igen. Blázió képviselő. Mindig de. De azon kívül szeretném javasolni, hogy először a legtávolabbi javaslatról döntsünk, elfogadva azt, hogy a frakció tagok közül néhányan ezt is azt is szerethetik. Én úgy gondolom, hogyha belemennénk abba, hogy most helyszínről döntünk, bizottsági döntés nélkül, akkor belemehetnénk abba is, hogy hallgassuk meg a többi javaslatot is a helyszínre. Én ezt szeretném elkerülni, én azért javasoltam, hogy ne helyszínről döntsünk, hanem eljárási módról, amely eljárási mód a közgyűlésnek eddig is begyakorlott eljárási módja lenne. Ha elfogadnám azt, amit képviselőtársam mondott, akkor mondom, elkezdhetnénk mi is itt. Egyébként zseniális ötleteink vannak nekünk is elhelyezésre. Ez a művész úr által javasolt módosító indítvány nem került megtárgyalásra a bizottságok által. A bizottságok nem alternatívaként hozták ide, hogyha így lenne, akkor magamtól azt mondanám most, hogy természetesen alternatívaként szavazzunk egyikről másikról. Nem alternatíva volt ez, nem megvizsgált alternatíva volt, tehát én továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy ügyrendi javaslatom volt. Kérem a levezető elnök urat, hogy szíveskedjen vita nélkül szavaztatni a dologról az SMS szabályai szerint. Köszönöm szépen. Galbács képviselő. Hát kicsit
olyan értelemben ellentmondásba kerülök a Blasio képviselő úr, kérte, hogy ellentmondás nélkül, de hát én teljes mértékben azt tudom támogatni, amit elmondott, és annyiban szeretnék érvelni a művész úr felé. Úgy a művész, a készítő művész, mint gróf Batthyány Lajos személye, még azt a kockázatot is megéri, hogy esetleg ne sikerüljön 6-án felavatni ezt a szobrot, hanem egy későbbi időpontba, mint azt, hogy ez a szobor átmenetileg is méltánytalan helyre kerüljön. Jó, köszönöm a vitát lezárva, mivel hogy ügyrendi javaslat történt. Először szavazásra bocsájtom de Blasio képviselő úr javaslatát, ami arról szól, hogy bizottsági ülésre kerüljön vissza a téma. Bizottsági ülés után október 30-ai közgyűlés tárgyalja. Szeptember 30-ai, bocsánat. Kérem, szavazzon. Huszonkettő igen, kettő nem. Elutasítva. Miért van akkor az elutasítva? Jó, egy perc türelmet kérnék szépen. Kérdezem a jegyzőasszonyt, hogy ez minősített többséget igényel ez a szavazás, vagy nem. Köszönöm. Tehát kérem, hogy az SMS 20 szakasz harmadik bekezdését vegyük elő. A közgyűlés, az elnök vagy bármelyik képviselő javaslatára bármely napirendet bizottsági tárgyalásra adhat ki. A javaslat felől a közgyűlés vita nélkül határoz. Tehát ez nem jelenti a minősített többséget. Az előtte levő második szakasz utal arra, hogy a napirendi pont tárgyalása egy alkalommal napolható el, és az elnapolás jelenti kérelmet, javaslatot indokolni kell, és ez visszautal a minősített többségét igénylő szavazáshoz, ezt viszont nem tartalmazza az a szakasz. Tehát ez a bizottsági tárgyalásról szól a 20 szakasz 3 bekezdés. Jó, köszönöm tehát szépen. Akkor a közgyűlés 22 igen, 2 nem és 8 tartózkodással a bizottság elé utalta a napirendi pontot. Következő napirendi pont, a ügyrendben a polgármester ügyrend. A megjegyzésem, én azt gondolom, hogy ha a bizottság elé kerül, ismerve Dévény úr által elmondottakat, és azt is, hogy más helyszínt a kuratórium nem fogad el, tehát valószínűleg a bizottság is csak úgy tud dönteni, hogy Kossuth Lajos szobra mellé kerülhet, hisz technológiai idők vannak, kérem, az is elhangzott. Elhangzott, hogy 6 nap alatt nem lehet. Dévényi Sándor világosan fogalmazott, hogy nem tudja megrendelni a 400 ezer forint értékű kőszegét és egyéb faragott köveket, csak majd a közgyűlés döntése után. Hát azért sok pénz ahhoz, hogy játszódjon ekkora összegekkel. Tehát egy kifutása van a dolognak, amit elvileg most is el lehetett volna fogadni, hogy a Kossuth mellé, amit az alapítvány el tud fogadni. Tehát ezért nem igazán értem ezt a döntést, hogy ez kinek jó. Stau Bernő ügyrendben. Csupán annyit mondanék, hogy mind a bizottságoknak, mind a közgyűlésnek joga van dönteni, többféle módon. Jó, köszönöm szépen, témát bezárva. Kérném szépen abba hagyni a társalgást. Következő napirendi pont 4-es rendelettervezet Bárdos Lajos zeneszerző emléktáblájáról. Előterjesztő Kunsz Márta bizottsági elnök asszony, öné a szó. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Remélem, hogy ez kevésbé vitatott kérdés, úgyhogy nincsen kiegészítésem az előterjesztéshez. Hozzászólás vélemény. Ha nincs, szavazásra bocsájtom. Felhívom figyelmüket, hogy rendelet, módosítás nem történt, minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak.
közgyűlés 34 igen szavazattal elfogadta. Ötös napi rendi pont volt tüzi zöldértelep szabályozási terve, előterjesztő Város- és Környezetvédelmi Bizottság, Hódosi Vera elnök asszonyi a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. A volt zöldértelep telepet a GRC Hungária Kft. Vásárolta meg, mint ezt gondolom képviselőtársaim emlékeznek rá, vagy a önkormányzattal egyeztetve történt az üzletkötés. Ezen a területen egy kereskedelmi központot kíván a Kft. Megvalósítani, ehhez szükségessé vált a rendezési terv módosítása. Ez van most itt előttünk. Ennek a területnek a kritikus pontja tulajdonképpen a közlekedés helyzete. Erre készült egy közlekedési hatásvizsgálat, ennek eredményeit a szabályozási terv tartalmazza. A terv elkészülte után a szakhatósági eljárásokat az iroda lefolytatta, a terv kifüggesztésre került, és észrevétel nem érkezett rá. Ezeknek megfelelően kérem a közgyűlést, hogy a tervet fogadja el. Köszönöm. Köszönöm. Ahogy rendeletről van szó, a rendelet általános vitáját megnyitom. Kérdezem, van-e hozzászóló De Blasio Antonio képviselő. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban nyilvánvalóan szükség van egy ilyen szabályozási terv elkészítésére, szükséges a város fejlődésének biztosításakor egy olyan területi szabályozás megtétele, ami történt. Egyetlen egy aggályunk van, bár tudjuk azt, hogy az előterjesztést egyeztetésre kellett bocsájtani, tehát a közút és mindenki olyan egyeztetés tárgya volt, vagy fölkérték egyeztetése, akik úttal kapcsolatosan vélekedhettek. Mégis úgy gondoljuk, hogy a csomóponti közelség, a közlekedési útvonalak túlságos közelsége ennek a területnek nyilvánvalóan fölértékeli a voltát, tehát sokkal drágábban jobban el lehet adni azzal, hogy oda be van tervezve most egy út. Egyébként megint a klasszikus esete történik annak, hogy a város közpénzen készített rendezési tervvel, szabályozási tervvel megemeli ugye valaminek az értékét. Én nekem mindig az a mániám, nem a szabályozási terve, bocsánat, azzal az úttervel, amit ott elkészítettünk, ugye mégiscsak ott egy út fog menni, azzal emeljük meg ezeknek a telkeknek az értékét, amit egyébként soha nem kaphatunk vissza sajnos a jelenlegi törvényi szabályozás szerint, míg ugye, hogyha mi akadályozunk valakit az építkezésbe, akkor tőlünk kártalanítást kérhetnek. Szóval sajnos csak az egyik oldala biztosított ennek a dolognak, a másik nem, de továbbra is azt mondjuk, hogy ennek a területnek a út közelsége miatt és a közlekedés útvonal közelsége miatt, a ki nem alakultsága miatt eléggé nehéz ma megmondani, hogy a jövőben mennyiben lesz elég ott a szélesség, mennyiben fog működni, mennyiben kíván majd meg 10-20 év múlva esetleg egy még szélesebb utat ez a terület. Ennyire a közlekedés utakhoz közel nem javasoltunk volna ilyen szabályozási tervet, ezért tartózkodni fogunk a elfogadásról. Köszönöm szépen. Köszönöm. Annyit engedjen meg, tisztelt képviselő úr, hogy elmondjam, hogy tárgyalásokat folytatunk a GSZ képviselőjével, mely megbeszélés tartalma a Nyugati Városrész közlekedési tanulmány tervének elkészítése, valamint a körforgalom és a csomópont építés és annak csatlakozásai is. További hozzászólás nincs. Igen, elnézést, parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót. Én egy kérdést szeretnék felvetni. Itt a tulajdonviszonyok tisztázottak? Nem fordulhat elő, hogy itt még a MÁV tulajdonában lévő telekkel is gondolkodunk? Nem, tulajdonviszonyok tisztázottak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ha több kérdés nincs, akkor részletes vitára nem kerül sor. Akkor kérem, szavazzanak a rendelet egészéről, és minősített többséget igényel a szavazás. Kérem, szavazzanak!
A közgyűlés 21 igen, 13 tartózkodás mellett az előterjesztést elutasította, illetve a rendelettervezetet elutasította. Következő napirendi pont a 6-os Béke utca és környékére változtatási tilalom elrendelése, és átadnám az elnök, a levezető elnöki tisztelt Babél alpolgármester úrnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. A napirend előteresztője Hudos Jóra a bizottsági elnök. Köszönöm a szót, elnök úr. Ebben az esetben a Béke utcánál a rendezési terv készítése folyamatban van, mint ismertes, ez az Intespár környéke, illetve a temető északi oldalánál lévő területre készülő rendezési terv. Na most, amíg ez a rendezési terv elő nem készül, addig a bizottság úgy döntött, hogy mindenféle változtatások megelőzése érdekében változtatási tilalmat rendel el erre a területre, a szabályozási terv elkészültéig, és ezt a továbbiakban minden rendezési terv esetében alkalmazni kívánjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e kérdés az előterjesztéshez, vélemény, Pap Gábor képviselő? Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz frakció nevében szeretnénk támogatásunkról biztosítani az előterjesztést. Nagyon fontosnak tartjuk, már régóta próbáltuk ezt kezdeményezni, és minden bizonyal a közgyűlés az elkövetkezendőben minél több ilyen előterjesztést fog látni. Ennek az a célja, és amiért nagyon fontos, hogy amikor az önkormányzat eldönt egy területre, hogy rendezési tervet készít, aminek az átutási ideje azért most már tudjuk, hogy nem csekély, abban az időszakban azon a területen ne lehessen a régi kedvezőtlenebb, a város szempontjából kedvezőtlenebb megoldásokat megvalósítani, és mindenképpen támogatjuk ezt a megoldást a későbbiekben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látva, akkor kérem a testületet, hogy szavazzon a rendelettervezetről. Kérem a szavazást. Köszönöm szépen, a testület 34 igennel egyhangulat fogadta el a rendelettervezetet. Következő hetes sorszámú napirendi pont a Város és Környezetfejlesztési Bizottságban szakértő csere. Nemes egyszerűséggel Hódosi Vera az előterjesztő. A Város és Környezetfejlesztési Bizottság szakértőjeként dolgozott Jeszák Lajos, aki, mint köztudott, a város és, vagy a Városfejlesztési Főosztály vezetője lett, ezért áprilisban lemondott szakértői tagságáról. Az ő helyére javasoljuk Sáling Tamás szakértő megbízását, a rövid nacionáliát az előterjesztésben leírtuk, végzettségét, eddig végzett munkájáról egy rövid tájékoztatást. Kérem a közgyűlést, hogy fogadja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Körömi Attilái a szó. Köszönöm a szót, tisztelt közgyűlés. A frakció megvitatta az előterjesztést, és nyilván jól emlékszünk a tavaly októberi választás után, amikor a külső bizottsági szakértői, illetve az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági helyek úgymond elosztása történt a testületben, akkor kifejezetten méltánytalannak és nagyon rossznak tartottuk, ahogy ez akkor lezajlott, nevezetesen az előző két ciklus gyakorlatával szembegyalogolva súlyosan aránytalan módon kisjátította magának mind a bizottság, mind pedig a ITF-ebb helyeket a kormányzó koalíció, és nyilván az ellenzéket is megosztva, legalábbis megpróbálta megosztani többszöri
etapba terjesztették elő ezeket a személyjavaslatokat. Ezt akkor nyilván kifogásoltuk, ez a vita akkor lefolyt. Előttünk az a kérdés állt nyitva jelen pillanatban, hogy miután azt az állapotot nem tudtuk elfogadni, és nyilván a mai napig nem tudjuk elfogadni, ezt a jövőben minden egyes ilyen előterjesztésnél jelezzük, tehát nem föltétlen ilyen hozzászólással, ilyenre többet valószínűleg nem fog sor kerülni részünkről, vagy azt mondjuk, hogy rossznak tartjuk azt a gyakorlatot, ezen a következő választás után mindenképpen változtatni kell, de kerülve a jövőbeni fölösleges vitákat, status quo-nak tekintjük, nem elfogadjuk, annak tekintjük. A frakciónk lefolytatta a vitát, és úgy döntött, hogy az utóbbi megoldást választja, és ezért mondtam ezt el most, és ezt utaltam a tavaly október utáni állapotokra. Ebben a tekintetben több felszólalás részünkről nem lesz, és az általunk kifogásolt eljárásba megszerzett helyi kormányzók helyeit azonban nem vitatjuk, és támogatni fogjuk, és nyilvánvalóan ugyanezt kérjük a másik oldalról. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, Galvács András, jösszük! Hasonló problémám van nekem is, amit Vörömi Attila elmondott. Egy kicsit talán úgy pontosítva, hogy az évek során kialakult ezzel kapcsolatban egy gyakorlat. Kialakult egy olyan gyakorlat, hogy megvan mindenkinek a maga kontingense. Eztől akár eltérés, akár annak a megerősítése történik, ezt általában frakcióvezetői egyeztetések során hosszú évek alatt mindig egyeztetésre került. Ezzel a városvezető, mindenkor városvezető koalíció megtisztelte az ellenzéket, még akkor is, ha ez csak névleges volt. Nem tudjuk, hogy ezt miért kell elhagyni. Ez nem a demokrácia intézményét javítja, hanem az diktatórikus vezetést erősíti, és azt mutatja, nem tudjuk, hogy mi szükség van erre, mert a végeredmény úgyis ugyanaz. Nem csak egy ilyen ügy van, még egy ilyen ügy van, felesleges ilyen dolgokkal a helyzetet élezni. Ugyanúgy frakcióvezetőin esetleg ugyanezzel az eredménnyel ezt el lehet volna érni, és akkor ezek a felszorolások elmaradnak. Köszönöm szépen, Cukor képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, a frakció nevébe csatlakozom a két előttem szólóhoz. Nagyon hiányolom az egyeztetést. Köszönöm. Köszönöm. Kérem a szavazást a jelölt úrral kapcsolatban. A testület 34 igennel 2 tartózkodás mellett Sálink Tamást, a bizottság szakértőjével megválasztotta, eredményes munkát kívánunk neki. 8-as sorszámú napirend következik, Pécs-Tuzla testvérvárosi kapcsolat hivatalos felvétele és az együttműködési megállapodás aláírása. Eredeti előterjesztő polgármester úr, kérdezem a jelenlevőket, hogy valaki át tudja venni. Köszönöm. Igen, De Blasio képviselő úr, kér szót. Szépen szeretném az alpolgármester urat emlékeztetni, hogy a polgármester úr ma reggel, amikor a napirendet elfogadtuk, akkor módosította az előterjesztés címét, és nem testvérvárosi, hanem partnervárosi kapcsolatról van szó. Kérném, hogy az előterjesztésben is, és a határozati javaslatokban is úgy vegyük, hogy mindenhol, ahol testvérváros szerepel, ott partnervárosra cseréljük majd ki utólag ezt az utókor számára, és természetesen a határozatot is úgy hozzuk meg, hogy mindenütt, ahol testvérvárosról van szó, partnervárosról van szó, és ebben az esetben frakciónk támogatja ezt az előterjesztést is. Köszönöm szépen. Köszönöm most, hogy képviselő úr emlékeztet rá, az alpolgármester is emlékszik már. Köszönöm szépen a segítséget, tehát kérdezem a testületet, az előterjesztéshez van-e hozzászólás, vélemény, javaslat? Nincs, akkor kérem a szavazást.
A testület 32 igennel egyhangulat fogadta el az előterjesztést. A 9-es sorszámú napi rendi pont következik. Mi asszonyunk női kanonokrend által visszaigényelt Kodolányi gimnázium ügye, és itt kapom a segítséget. Kiosztásra került egy módosított határozati javaslat, egy pontosított határozati javaslat. Kérdezem a testületet, valaki polgármester úrtól át tudja venni az előterjesztő szerepét, vagy szükséges-e? Gabázió képviselő úr, gondolom nem átveszi az előterjesztő szerepét, hanem hozzászól a napirendhez. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én igazából nem is annyira bármiféle módosítás miatt szólnék, hanem azért, mert természetesen az összes napirendi előterjesztési ponttal kapcsolatban tárgyalást folytatott a frakciónk, és ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban igen nagyra értékelte a frakciónk azt a korrektséget, amivel a város ebben az esetben a női kanonokrenddel szemben eljárt, és úgy gondoljuk, hogy ez egy igen erős, bizalomépítő intézkedés mind a kormánnyal, mind velük szemben, hogy ezt a határozatot meghozzuk. Köszönjük szépen! Igen. Jó, kérem a közgyűlést szavazással döntsön a határozati javaslatról. Köszönöm szépen, a testület 35 igennel egyhangulag döntött, és reméljük, hogy a gesztust úgy fogadják illetékes helyen is, ahogy képviselőtársam nyilatkozott e felől. A 10-es sorszámú napirend következik. Székely Bertalan úti rekultivált kőbánya, művelési ág változása és kezelői jog átadása. Hódosi Vera az előterjesztő. Köszönöm a szót, elnök úr. A napirenddel kapcsolatban lesz egy kis módosítási javaslatom. Ugyanis az előterjesztés annak ellenére, hogy megjárta a jegyzői irodát, most az utolsó napokban kiderült erről egy-két olyan dolog, hogy módosítani kell a határozati javaslatunkat. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy itt Székely Bertalan úton a rekultiváció során, tehát a rekultiváció megtörtént, a bányászati tevékenység megszűnt, a terület az önkormányzat törzsvagyonába került. Mint a törzsvagyon, tehát ha a törzsvagyonában van ez a terület, akkor a terület kezelője a közüzemi RT lehet, és ezt nem kell földhivatali bejegyzéssel megerősíteni, hanem csak a szokásos módon szerződés alapján történik ez a kezelés. Na most ennek megfelelően az előterjesztés 1-2-3-4-5-6. Bekezdése az értelmét veszi, azt kérdem, hogy mindenki húzza ki. És a határozati javaslatot is módosítanunk kell, mégpedig a második pontját. Felolvasnám a pontosított szöveget, ami úgy hangzik, hogy Pécs megyei jogú város közgyűlése egyetért azzal, hogy a Székely Bertalan úti rekultivált kőbánya területét, mint zöld területet, vagyis a Pécs 15.288/2 helyrajzi számú 5.840 négyzetméter nagyságú belterületi ingatlant a pécsi közüzemi RT kezelje. Pont. Egyebekben változatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előterjesztést és a kiegészítést. Kérdezem a testületet, van-e kérdés vagy észrevétel? Pap Gábor képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. A frakciónk támogatni tudja az előterjesztést, és csak bízunk benne, hogy ez a zöld terület, vagyis hát ez a kialakított park méltóbb sorsra számíthat, mint a városban található többi közterületünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, úgy legyen, akkor kérem a testületet szavazom. A közgyűlés 36 igennel egyhangulat fogadta el a határozati javaslatot. A 11-es sorszámú napirend következik. Sport utca 12 szám alatti
önkormányzati ingatlan szociális célú hasznosítása előterjesztő Kratanovo János bizottsági elnök helyettesítésével megbízottak, hogy a pontos titulusát is elmondjam. Tessék, parancsoljon. És kiegészítésem. Ez Frappáns volt, Nagy Csaba kért szót. Köszönöm szépen. Én szeretném javasolni, hogy a megállapodásban a határozatlan időtartam változik határozott időtartamra. Először 5 évre gondoltam, de mivel itt azért az állásfoglalásban, illetve a határozati javaslatban is olvasható, hogy a fűtési rendszer megváltoztatására is javaslatot tett, illetve szándékában áll a támasz alapítványnak, ezért felülvizsgálva a korábbi álláspontomat, én akkor 10 évet javasolnák, mint határozott időtartamot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, el tudja fogadni a módosítást? A megállapodás szövegében benne van, hogyha a támasz alapítvány nem arra a célra, amire kapta, nem arra a célra használja az épületet, akkor ki kell üríteni és vissza kell adnia. Tehát ilyen szempontból biztosítottnak látom a használatát, tehát a cél szerinti használatát, így nem tartom indokoltnak a 10 évest. Köszönöm. Köszönöm. Nagy Csaba, majd Galbács András. Köszönöm szépen, bennem fel sem merült ismerve a támasz alapítvány működését, hogy más célra kívánják ezt hasznosítani, mint amire kérik, tehát ez abszolút nem szerepelt az indokaim között. Egyszerűen a szokásos, most már azt gondolom, hogy szokásos gyakorlatnak megfelelően egy határozott időtartamú kijelölést kezdeményezek. Én azt gondolom, hogy annyiszor lefolyt annak a vitája, hogy miért jó az önkormányzati vagyongazdálkodás szempontjából a határozott időtartam, hogy ebben most nem kívánnék belemenni, és nem kívánom ezzel húzni a közülés idejét. Köszönöm szépen. Galbács képviselő. Egyszerűen csodálkozom a határozatlan idejű, bérleti megfogalmazáson, tekintve, hogy ha a gazdasági bizottságon ilyen előterjesztés átmegy, és ma nézem, hogy átment, és valószínűleg ott is voltam azon a bizottsági ülésen, nem emlékszem rá, hogy ilyen megfogalmazás lett volna. A gazdasági bizottság általában nem szokott támogatni határozatlan idejű szerződést. Annyira hátrányos a városra nézve, hogy már csak a biztonság kedvéért sem tesszük meg. Kratanovo képviselő. További vita elkerülése véget, befogadom a 10 évre szóló meghatározást. Köszönöm. Köszönöm szépen, magam is egyetértve a módosítással. Kérem a testületet, szavazzon. Testület 34 igennel egyhangulag fogadta el a módosított határozati javaslatot, illetve a szerződést. 12-es napirend következik. Bálicsi út középső szakasz, második ütem, csapadékcsatorna és útépítés kivitelezése. Gonda Tibori a szó. Köszönöm, nincsen szóbeli kiegészítésem. Köszönöm szépen. Füredi Péter képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Úgy hiszem, épp itt az ideje, hogy a Bálicsi út minél előbb megépüljön, hiszen hosszú évek óta húzódik az út tökéletesítése, illetőleg minél előbb történő befejezése. És ez végre egy nagyobb lépés az ehhez vezető úton. Hiszen, mint a terület önkormányzati képviselője, volt alkalmam többször területen járni, és több alkalommal elkeseredve számoltak be az ott élők az út járhatatlanságáról. Az ott lévő üzletek, cégek mennek tönkre, kerül veszélyben a működésük. Az autók tönkre mennek hasonlóképpen. Az idősek, főleg télen, a téli időszakban szinte képtelenek följutni a hegy magasabb szakaszaira. Hát főleg a téli időszakban a buszközlekedés nehézségei miatt ez nagyon komoly problémákat okozott. Az előterjesztés említi, hogy még szükség lenne 240 ezer forintra, amit az általános tartalékból van megjelölve. Én, mint a terület önkormányzati képviselője, felajánlom a képviselői keretemből, hogy ezen akadály is elháruljon az út további építése elől.
Köszönöm szépen. Köszönjük szépen képviselőnek, Isten tartsa meg a jó szokását. Gondolom a Költségvetési Bizottság messze menőleg egyetért és köszöni ezt a felajánlást. Sóhó képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt közgyűlés. Személy szerint, mint a bizottság elnöke, nagy megnyugvással vettem Füredi képviselő úr felajánlását, hiszen ezzel tényleg eltüntette azt a finanszírozási lyukat, ami ezen beruházáson pillanatnyilag tapasztalható volt, ugyanis a Költségvetési Bizottság nem döntött véglegesen abban az ügyben, hogy tudja-e biztosítani az általános tartalék terhére ezt az összeget, és 22-én kívánt ebben véglegesen dönteni. Természetesen a dolog szakmailag is minden szempontból indokolt, ilyen formán most már finanszírozott is. Én megemlítem a közgyűlésnek és az illetékes városfejlesztési főosztálynak a Költségvetési Bizottság azon kérését, melyet meg is fogalmaztunk állásfoglalásunkban, hogy a kivitelezővel kezdjen tárgyalásokat az esetleges jövő évi finanszírozás, illetve kifizetés lehetőségéről, hiszen költségvetési rendelet módosítás előtt állunk, ennek ez ad különös fontosságot. Egyébként egyetértek a javaslattal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Azzal a pontosítással, hogy a 3-as pontban a 31.064.366 forintot, valamint dr. Füredi Péter képviselői keretéből 240.085 forintot biztosítja. Tehát ezzel a módosítással. Ha igen, képviselő úr, tessék meg, Bókai. Egy kérdésem volna a képviselő úrhoz, hogy van-e pénz a képviselő alapjába erre? Igen, van. Megnyugtatású, természetesen van. Remélem, hogy mint területi képviselő nem vállalja annak az ódiumát, hogy az ő tájékozatlansága miatt sérül a beruházás. Tehát akkor kérem a testület döntését. Köszönöm a testület, 32 igennel egyhangulat fogadta el a határozati javaslatot. A 13-as napirend következik, Leo Kort, a BT Pécs Király utca 19 bérleti szerződésének meghosszabbítása. Gonda Tibor a előterjesztő. Mindössze annyi szóbeli kiegészítésem lenne, tisztelt közgyűlés, hogy a határozati javaslatban a dátum sajnos tévesen szerepel, tehát nem 2001. szeptember 1-re módosul, hiszen addig van életben, hanem ez meghosszabbodna, 2006. szeptember 1-re módosulna a dátum. Igen, Füredi képviselő. Én tanúsítom a körzetben, hogy támogatta a képviselőt, de tessék, kérem ellenőrizni. Jó, tehát előterjesztő pontosította a határozati javaslatot, 2005-6. Jó. Más jelentkezőt nem látott, kérem a bizottság, illetve képviselőasszony Gáspár Gabriela. Elnézést, csak Gonda képviselő úrtól szeretném megkérdezni, hogy akkor hogyan jön ki az öt év? Mert hogyha 96-hoz hozzáadom, akkor még se jó. Akkor még se jó a 2001, vagy valamit nem értek. 96-ban adtuk bérbe az ingatlant, 2001-ig. Igen. Mivel olyan típusú fejlesztést szeretne végrehajtani, ami 2-3 év alatt nem térül meg, ezért kérte egy további 5 éves meghosszabbítást. Tehát ezért a 2001-hez jön hozzá plusz 5 év. Ugyanis 2001-ig neki érvényes szerződése van erre a... Na most, akkor mégis jól értettem, ez engem kicsi elszomorít, mégpedig azért, mert ez a kulturális bizottságban többször téma volt, most nem akarok itt semmifel minősítésbe belemenni, de hát nagyon jó volna, hogyha esetleg, tudom, hogy nincs jogosítvány erre a kulturális bizottságnak, hanem a GAVÁB dönti el ezeket a bérleti szerződéseket, de az, hogy olyan helyet, ahol galériát is működtetnek, mégiscsak a Vasvári házról van szó, hogy nem volna arra mód, hogy esetleg ilyen esetben egy kicsit a kulturális bizottságot, különös tekintettel a szakértőkre,
nem csak a saját véleményet mondom, meghallgassák a tekintetbe, hogy vajon jó-e az, hogyha még 2006-ig ez a galéria mondjuk így ebben a formában, felállásban, tartalomban és minőségben, amit nem kívánok minősíteni nyilván való okokból, így működik. Tehát csak ennyi megjegyzésem lett volna ehhez. Akkor ha a bizottság elnök úr válaszolni akar, neki adom meg a szót, és utána a regényi képviselőnek. Vagy cseréljünk. Tessék képviselő, regényi képviselő. Köszönöm, csak egy sajtóhibára szeretném felhívni a figyelmet zárójelbe. 2201-ig van a határozott idő, tehát nyilván az 2001. Köszönöm. Idő alatt biztosan megtérül a beruházás, igen. Tehát Gonda Tibori a szó. Igen, én is észrevettem a 2201-et is, de mivel az nem szerepelt a határozat javaslata, nem akartam felhívni arra a figyelmet, de köszönöm. A képviselő asszony hozzászólását is köszönettel fogadom, és ígérem, hogy a gazdasági bizottság a jövőben ilyen típusú kérdéseknél figyelembe fogja venni a szakértők véleményét. Most azonban azért bátorkodom mégis az álláspontot fönntartani, mert úgy ítéli meg a gazdasági bizottság, hogy egy Pécs nagyságú városnak sokkal több galériára lenne szükség, mint amennyi valójában van. Ízlésvitákban mi nyilván nem bocsátkoztunk. Önmagában azonban az a tény, hogy ott egy kultúrált kereskedelmi tevékenység folytatódik, ami most a ház profiljához illik, és a másik tény pedig az, hogy a kávéháznak is a felújítással, a hivatkozással megadtuk ezt a lehetőséget, ezért akartunk következetesek maradni, és így a kávéházzal egy épületben, amögött található másik bérlőknek is megkívántuk adni ezt a lehetőséget. Úgy kérném, hogy most fogadják el ezt a megoldást, és én meg egy ígéretet teszek, hogy a legközebb kultúrát érintő gazdaságpolitikai döntés hoz a bizottságunk, akkor előtte a kultúrás bizottsághoz is elküldjük az előterjesztést. A képviselőasszony elfogadja a választ. Köszönöm szépen. Kérem a testületet szavazzon. Testület 29 igennel 8 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot. A 14-es rosszámú napirend következő sportlétesítmények igazgatósága és a Pécsi DNS Házkéting Klub közötti haszonkölcsön szerződés jóváhagyása, dr. Bödő László az előterjesztő. Nincs kiegészítésem. Köszönettel véve. Van-e kérdés vagy észrevétel? Nincs, akkor kérem a testületet döntsön. A testület 33 igennel egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. A 15-ös sorszámú napirend következik sportolói lakások bérlőinek kijelölése azzal a megjegyzéssel, hogy ez A pont és B pontban pedig dr. Kunsz Márta művészlakások kijelölését fogja indítványozni. A sportolói lakások kijelölésének előterjesztője dr. Bödő László. Annyi kiegészítésem lenne, hogy amennyiben a tisztelt közgyűlés elfogadja, ma lép hatályba. Jegyzőasszony. Köszön. Jöjjöttem. De ma hatályba lépett a döntése, vagy bizonyos kihirdetése. Staubernői asszony. Köszönöm a szót. Támogatjuk az előterjesztést, de annyi megjegyzéssel, hogy hát egyrészt ugye a másodosztály második felében levő futballcsapatunkat is ugye rendszeresen támogatjuk a sportolói lakásokban. Most ennél lejjebb már nem mentünk, mert volt olyan, amelyik MB3-as labdarúgó tulajdonába volt. Talán jobban oda kéne figyelni a jövőben arra, hogy csak első osztályi sportolókat támogatunk, és
még egy megjegyzésem lenne, amit egyébként a bizottsági ülésen is elmondtam. Én természetesen úgy gondolom, hogy elvi alapon kell közelíteni a kérdést pontos szabályok szerint, és nem az alapján, hogy melyik cég milyen gazdag és milyen támogatást ad. Tehát én a Matáv Pécsi esélytől semmiképpen sem sajnálom a lakásokat, hiszen köszönjük meg, hogy jelentős támogatást ad egy nagyon népszerű sportágban, és ezt Pécset teszi. De erős a gyanúm, hogy ezek az Amerikából hozott sztárok nem fognak valójában az Enyez utcában és a Földes Ferenc utcában a 4., illetve a 9. emeleten lakni, és akkor azt mondom, hogy öntsük tiszta vizet a pohárba, és inkább a Matáv által bérelt lakásokhoz tegye meg a hozzájárulását az önkormányzat, mert én tudom, hogy az elődjeik sem ott laktak, és látom, nem folytatom tovább a beszélet, mert ez végül is nem tartozik a közre. Nyilván, hogy a piacról szereznek lakásokat ezeknek a játékosoknak, az igényeiknek megfelelően. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság elnökét, vagy van-e a képviselő úr által elmondottakhoz hozzátenni valója? Lényegében Matávnak nem érdeke, hogy más neveket adjon be javaslatba, hiszen a sportbizottság elfogadja, ők rendelkeznek 4 lakással, akkor a 4 lakásra tehetnek javaslatot, és azt terjesztjük a közgyűlés elé. Tehát, hogyha magyar játékos terjesztenek elő, akkor ő kapja a lakást. Amennyiben viszont az amerikaiak nem fognak ott lakni, rövid időn belül nekünk ez úgyis a tudomásunkra jut, és kezdeményezzük a lakás visszavételét. Jó, köszönöm szépen. Magam is úgy gondolom, hogy a véleti szerződésnek a valóságát néha ellenőrizni kell, és abban a pillanatban, hogy nem ők vannak ott, akkor ezt föl lehet mondani. Galbács képviselő úr. Években, egy évben valamikor többször is visszatérő dolog ezek a sportolói lakások kérdése kifejezetten irritál engem. Nem tudom, hogy egy ekkora város, mint Pécsnek ilyennel kellene pontosan itt közgyűlési szinten foglalkozni. Erősen kétlem, hogy a gráci közgyűlés azzal foglalkozik, hogy egy évre odaítélnek-e valakinek egy lakást, vagy nem. Ez a régi hiánygazdálkodásból fakad. Én úgy érzem, hogy jobb lenne egy olyan rendszer, hogy a sportbizottság kapna egy keretet, ha már nálunk így működik a rendszer, azzal megfelelően gazdálkodik, meg lenne kötve, hogy mennyi időre köthet szerződést, és a közgyűlés legfeljebb ezen belül az ellenőrzési jogkörét gyakorolná. Ezt így végigjátszani mindig szerintem végtelen felesleges. Köszönöm szépen. Kérem képviselőt, hogy egy előterjesztést tegyen a hatáskör leadásul a közgyűléstől a sportbizottság felé, és a közgyűlés megvitatja, hogy egyetérte vele. A más jelentkezőt nem látva, akkor kérem a sportolói rovaton szereplő lakásokkal kapcsolatban a közgyűlés döntsön bérlő kijelölésről. Esetleg, ha még szabad ilyenkor módosítani, vagy ez már csak egy szóbeli kérés, hogy a lakásosztás, viszont megkérjük, hogy ellenőrizze gyakrabban ezeket a bérleményeket. Közülés 33 igennel, 2 tartózkodás mellett fogadta el a határozati javaslatot. Kunst Márta következik, művészlakások. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Kiosztásos anyagban megkapták képviselőtársaim a művész lakások keretére szóló kiutalás javaslatunkat. Itt a Pécs TV egyik alkalmazottja kapna lakást, illetve a színház lakási keretben a szokásos cseréket szeretnénk elvégezni, mert hogy a tánckarba jönnek és mennek a tagok, és újabb cserét kellene végrehajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Nincs, akkor kérem a szavazást a határozati javaslatról. A
Testület 38 igennel egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. A 16-os sorszámú napirendi pont következik: országos fordító és fordítás hitelesítő iroda lakásvásárlási ügye, Bokai Endre. Köszönöm, a polgármester úr, nincs kiegészítésem. Köszönöm. Van-e kérdés vagy észrevétel? Nincs, akkor kérem a testületet döntsön. Testület 37 igennel egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. A 17-es napirend következik: a 2000 évi dátumváltással kapcsolatos feladatok. Előterjesztő Jeszták Lajos főosztályvezető úr. Itt van? Az írás. Meg is kaptam. Igen, tessék, parancsoljon. Az írásos előterjesztéshez egyelőre nincs kiegészítésem. Ha kérdés van, akkor szívesen. Köszönöm, kérdezem a testületet, van-e kérdés az előterjesztéssel, határozati javaslattal kapcsolatban? Kicsoda? Meixner Andrássy a szó. Egy kérdésem lenne: a határozati javaslat 3-as pontjának milyen gazdasági fedezete van, miből fogjuk ezt finanszírozni? Jó, válaszol a sok. Bizottság elnök úr, tessék, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt közgyűlés, a Költségvetési Bizottság, mint ahogy jeleztük is, megtárgyalta az előterjesztést. Kifejezett konkrét gazdasági vonzata csak az első pontnak van ebben az előterjesztésben. A harmadik pont egy olyan tevékenységre utal, annak a megkezdésére, amelyet az iroda saját hatáskörben el tud végezni, és ezen felmérés kapcsán fog majd felmerülni az az igény, amelyet majd ismét tárgyalni fogunk, hogy biztosítani tudjuk-e. Tehát itt csak az igény tisztázásáról van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a választ. Azt hiszem Nagy Csaba jelentkezett még. Köszönöm szépen, visszaállok a szókérési lehetőség, mert Só László választ adott a kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Tau Bernő. Köszönöm. Tulajdonképpen a napirendi pont kapcsán, de nem kifejezetten ahhoz mondom el, amit mondani akarok. Nagyon örültünk a címnek, hogy dátumváltást szerepel benne, és nem ezredforduló. És ez úgy gondolom világszerte, a mai világunk felületességének a jele, hogy teljesen pontatlanul számolja, egyébként az óra is pontatlanul számol, ami a városházán van, és hát mindenki, aki ezt matematikailag végig gondolja, azt tudja, hogy az ezredfordulóra nem most fog sor kerülni, hanem 2000. december 31-én. Úgyhogy legalább ebben az előterjesztésben a dátumváltás szerepelt, és ez pontos és helyes. Igen, más jelentkezőt nem látok, akkor kérem a testületet, döntsön, szavazzunk. Hol van ez a? A testület 38 igennel egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Tisztelt közgyűlés, a kiküldött napirendi pontok elfogyván a következő napirendi pont hitelátütemezés című előtárgyú előterjesztés, polgármesterről az előterjesztő. Tisztelt közgyűlés, írásban megküldtük az előterjesztést, és úgy gondolom, hogy az a szándék, amely a Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt már egyszer megfordult, a Költségvetési Bizottság előtt már megfordult, egyértelmű. Ezt a költségvetést nem csak takarékossági intézkedésekkel, hanem úgy is kell kezelnünk, hogy a bevételi oldalt növeljük, hisz tudjuk, 1,3 milliárdos volt az úgynevezett ingatlan értékesítési bevételi blokk. Másik oldalról pedig bizonyos közgazdasági jellegű intézkedésekkel lehet javítani mind a költségvetés pozícióján, mind az önkormányzat. És vetődhet föl, ami felismerült a bizottsági üléseken, hogy
hosszú távú kötelezettségvállalásai az önkormányzatnak indokoltak-e, és milyen terhet hagyunk utódainkra. Reméljük teljesen természetesen, hogy ezek az utódok mi leszünk. De hozzá kell tennem azt, hogy a költségvetés terheinek mindig éven belüli tartása vezetett oda minden évben, hogy azokat a terheket, amelyeket a költségvetés vállalt, világos, hogy nem tudta kezelni, ezért nőtt a hitelállomány, és nagyon egyszerű költségvetési technika volt, hogy az ingatlan értékesítést növeljük, a hitelállományt növeljük, csak hát ez a folyamat vezetett el oda, ami 1998-ban, ugye 99-ben márciusban a költségvetési rendelet alkotásánál már látszott, és amit mi azt mondtuk, hogy kezelni lehet. Messze nem, mert kiderült az is, és ezt hozzá kell tennem őszintén, hogy a költségvetés olyatén való megfogalmazása, hogy csődhelyzet, csődveszélyben van a város, csőd közelben van a város, semmiféle jogalappal nem bír. A város akkor került volna csődbe, hogyha azt a folyamatot folytatjuk, amit 1993 óta folyamatosan a mindenkori önkormányzat folytatott, beleértve minden évet. Én azt hiszem, hogy egy új szemléletről van szó, egy új típusú hitelpolitikáról, amiről beszéltünk a 99-es költségvetés vitájában, és reményt ad ez arra is, hogy olyan normális költségvetéssel indulhatunk neki már az 2000-es évnek, amely a dátumváltás éve, hogy egyre megalapozottabb költségvetéssel tudjuk a várost működtetni. Én ehhez kérem a tisztelt közgyűlés segítségét. Én azt hiszem, hogy az a szándék és az a lehetőség, amely itt most felmerült, ez egy olyan kitörési pont, amely lehetővé teszi azt is, hogy a fejlesztési céljainkat is újra gondolva valamiféle növekedési pályára is tudjuk párhuzamosan állítani a költségvetést, azzal együtt, hogy a nehéz helyzet az nem azt jelenti, hogy megoldathatatlan helyzet. Én ezt kérem a közgyűlés minden pártjának, frakciójának a támogatását. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, de Blázió képviselő úr kért szót. Köszönöm szépen a szót. Igazából azokat az érveket, amiket most itt mondanék, elmondtam a nyári ügyrendi bizottság ülésen, ahol ez az átruházás hatású körben ez a kérdés elhangzott, azonban nem dönthettünk róla, mint kiderült, hiszen olyan ügyről van szó, ami még átruházott hatáskörben sem kerülhetett a bizottság döntési jogkörébe. Ezért azt tehettük, hogy kértük, hogy a polgármester úr hosszabbítsa meg, vagy beszéljen arról, hogy néhány hónapra meghosszabbodik, aztán majd a teljes értékű döntést azt majd a közgyűlés hozza meg. Ezért is került ez vissza ide, a közgyűlés elé. Azonban nem is azokat az érveket szeretném elmondani, hogy azért egy 5 éves átütemezés ugye azt jelenti, hogy ez megint csak a jövőt olyan mértékben érinti, hogy egy nem a jelenlegi, hanem egy következő közgyűlésnek az életét fogja befolyásolni, pénzügyi életét természetesen. Azonban még ezt sem mondom, hanem inkább arra hivatkoznék, hogy alapvetően az a problémám az ilyen döntésekkel kapcsolatban, hogy mindig a költségvetéstől függetlenül hozzuk meg ezeket a döntéseket. Egyszer volt egy költségvetési rendeletünk, a költségvetési rendeletünkben meghatároztunk bizonyos dolgokat, azok a bizonyos dolgok vagy jók, vagy rosszak ezen, és nem szeretnék vitatkozni, azonban az eljárást vitatom, ezt a fajta eljárást, amikor költségvetési döntéseket hoz a közgyűlés, anélkül, hogy a költségvetési képet látná. Anélkül, hogy látná azt, hogy valóban az a fajta megszorítás, az a fajta intézkedési sor, amiben ez is beleillik, az valóban elindult-e, valóban van-e ilyen intézkedési sor, avagy csak retorika szintjén létezik, mert amikor majd oda jutunk, hogy akkor a pazarlás továbbra is látszik az egyik oldalon, a másik oldalon pedig megpróbálunk spórolni és átütemezni dolgokat, eladni kint lévőségeket, és még sorolhatnám, hogy mi mindent, iskolákat, stb. Tehát alapvetően én azt hiányolom, hogy ezeket a döntéseket úgy
határozzuk meg, hogy nem látjuk a költségvetést. Tudom, hogy majd a költségvetést egyszer valamikor a közeljövőben tárgyalni fogja a közgyűlés, azonban úgy gondolom továbbra is, hogy egy költségvetés módosításra már az első fél év végén sort kellett volna keríteni, és akkor mindezeket a döntéseket el tudnánk fogadni. Nem biztos, hogy megszavaznánk, de valószínűleg nem lennének ilyen eljárási problémáink ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az előterjesztő válaszol. De Blasio képviselő úr több felvetésével egyetértek, de alapvetően szakítottunk azzal a hagyománnyal, ami eddig a költségvetés menet közbeni kezelését jelentette, hisz amikor elfogadtuk a 99. évi költségvetésünket, akkor ezeket az intézkedéseket vagy közvetlenül a költségvetési rendetben, vagy pedig az előterjesztésben megfogalmaztuk. Mindössze azok végrehajtásáról van szó. Két új helyzet merült fel, amit az előterjesztés szóban is tartalmazott. Az egyik mindenképpen az, hogy a 620 millió forintos áthúzódó, illetve jobban mondva tavalyi költségvetési hiány kezelésére részben likviditási, részben pedig gazdasági intézkedéseket kellett tenni, és Fidesz frakció ragaszkodott hozzá, mivel teljesen egyetértek, hogy ennek az elszámolását exakt módon egy költségvetésben meg kell határozni. Hogyha jól emlékszünk rá, teljesen világos, hogy az első fél évi gazdálkodás eredményeit is figyelembe véve, a tavalyi költségvetésből áthúzódó terheket figyelembe véve, amelyeket jól előre tudtunk, csak a volumenét nem ismertük, figyelembe véve az összes olyan intézkedést, amelyet március óta ez a közgyűlés vagy együtt, vagy külön-külön a költségvetés javítása érdekében megtett, ezek azok az intézkedések, amelyeknek szeptember 30-án egy költségvetés módosításában, mely a költségvetési módosítást már márciusban megfogalmaztuk. Benne van a költségvetési rendeletben, hogy időközi költségvetés vagy pótköltségvetés benyújtására lesz szükség, és ezt szeptember 30-án elő is kívánjuk terjeszteni. Gyakorlatilag ez ad egy olyan tiszta képet, amely a közvélemény előtt is vállalhatóvá teszi az eddigi intézkedéseinket. A frakciók, illetve a közgyűlés előtt is teljesen plasztikusan fogja bemutatni azt a képet, amelyről eddig azért nem nagyon tetszettünk tudni. Most nem történetében sem tudtunk, nem tudtuk a vállalkozási háttereket, nem tudtuk, hogy milyen a beruházási gyakorlat. Például ilyennel nem számoltunk, hogy mi előfinanszírozunk, ottal utó kellene finanszírozni. Ez gyakorlatilag a versenyeztetésen kívüli teljes vállalkozói szféra, és így tovább. Ezeket folyamatában lehet feltárni, menet közben kell intézkedni, és ebben az intézkedési bokorba tartozott az is, amit személyesen, mind a költségvetés felé is gazdája elrendeltem, hogy bizony minden számlát újra kell értelmezni, minden kifizetésünket újra kell kezelni, újra kell sorolni, és azt is megtettük, ami ebben az önkormányzatban 8 éve nem fordult elő, hogy 10 napra, tehát dekádokra lebontott likviditási tervet készítettünk 1999. december 31-ig, amelyben pontosan tudjuk, hogy mikor, mit kell fizetnünk, ennek pontosan mi lesz a bevételi oldala, és azt is tudjuk, hogy mi lesz a kiadási oldala. Tehát én kérem azt, hogy alapvetően koncepcionális kérdéseket támogassák. A részletekben teljesen biztos, hogy lehetnek vitáink, de közös érdekünk és ennek a városnak az elemi érdeke jól átlátható, jó világos, áttekinthető költségvetésünk legyen, és pontosan tudjuk megmondani előre, hogy december 31-én hogy fogunk állni. Ez ennek az önkormányzatnak a történetében még soha nem fordult elő, szeptember 30-án remélem elő fog fordulni, és ehhez tartozik ez az intézkedés is, amely lehet, hogy ráért volna szeptember, illetve nem ért volna rá szeptember 30-ig, illetve mostanáig, hisz szeptember 1-én keletkezett a fizetési kötelezettségeink, de hát megértve a testületi döntési mechanizmus nehézségeit, partner volt abban az OTP, hogy most tárgyaljuk, és addig van egy türelmi idő. Tehát ezt szeretném kérni, ez egy intézkedés sorozatnak az egyik eleme, hogy támogassa a közgyűlés, és a végső képet pedig reményeim szerint
szeptember 30-án be tudjuk minden képviselőnek mutatni. Hozzáteszem, hogy a napi gazdálkodás rendszerre fogunk áttérni. Nem most, hanem hosszú távon is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítést. Szirmai képviselő úr. Köszönöm a szót. Én nagyon örülök, hogy de Blasio képviselőtársam ezeket felvetette, szóval itt valóban, és ez teljesen pártpolitikai a témától függetlenül gazdasági oldalról mondom. Magam is ennek részese voltam, és ugyan itt ülök már 5. éve, de bizonyos területeken, intézményeknél megdöbbentő gazdasági helyzeteink vannak, ami fokozatos föltárásra kerül majd ide. Először is ugye itt kellett egy olyan gyors intézkedési csomagot csinálni, amit a polgármester úr elrendelt, és amivel tulajdonképpen a likviditási helyzet némileg helyre billent. És ugyanakkor elkezdődött egy középtávú munka, amelyik az átszervezéseket fogja végezni. Ez most tulajdonképpen indul, október 15-ével fog ez befejeződni, és ez alatt nyilván minden olyan érdeklődött, aki ebben érdekelt, azt nagyon szívesen láttak az ezzel foglalkozók. Úgy gondoljuk, hogy mindez bekövetkezik, amit a polgármester úr mondott, de én azt gondolom arra a fölvetésére képviselő úrnak, hogy most itt ezekkel az intézkedésekkel mennyire tereljük a jövőt. Itt arról volt szó, és akkor már én is a nagy indián könyvből idézek, hogy a ma meghalt indiánnak nincsen jövője. Szóval itt arról van szó, hogy ha tovább megy ez a folyamat, akkor nincs jövőről tulajdonképpen értelme beszélni. Ezért ezeket a gyors intézkedéseket meg kellett hozni, és ezután következnek azok a konszolidációs intézkedések, amik tulajdonképpen azt az állapotot, amit polgármester elővezetett, remélhetőleg létrehozzák. Köszönöm. Köszönöm én is. Akkor majdnem szavazhatunk. Nagy Csaba, kér szót. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta a tájékoztatót, ami a képviselő hölgyek és urak előtt fekszik, és mielőtt még az állásfoglalásunkat nem ismertetném, csak tartalmát mondanám el, egy-két dologra azért szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársaim figyelmét. Az első dolog az, hogy bár ez már talán elhangzott, hogy ez a fél éves tájékoztató, ez nem a teljes helyzetképet, hiszen a július 1-i rendre. Képviselő úr, úgy tetszett járni, hogy én az elején, ez egy másik napi rend hitelátütemezésnél tartunk, ha... Mindjárt rátérek arra akkor is. Akkor jó, köszönöm jó. Szépen. Tehát ugyan a hitel átütemezést azt nem tárgyalta meg a pénzügyi bizottság, de köszönöm szépen a figyelmeztetést. Talán ez annak tudható be, hogy eléggé halk volt a polgármester úrnak az első pár mondata, és talán ebből adódóan azt gondoltam, hogy a fél éves helyzet értékelésről van szó. De a hitel átütemezésről talán annyit azért még mindig el kellene mondani, hogy ebben az évben sorozatosan olyan döntések születnek a likviditási helyzet kezelésére, amik az elkövetkezendő évekre teszik rá a terhet. Ezt azért tartom nagyon fontosnak elmondani, mert nyilván egy ilyen helyzetben ezeket a lépéseket meg kell tenni, de azzal is számolni kell, hogy ezeknek az árát majd a 2000-es és az azt követő költségvetési rendeletek elfogadásakor majd meg kell hozni ennek a testületnek, és ezek bár most könnyű lépéseknek tűnnek, hiszen viszonylag könnyedén alá lehet írni ezeket a szerződéseket, de nagyon komoly döntéseket igényelnek majd a képviselőktől, és egy sokkal szorosabb költségvetési rendelet tervezett benyújtását prognosztizálják előre a képviselőtestület fele. És itt nem csak azokra az intézményi megszorításokra gondolok, amikről itt nagyon sokat beszélnek a kormánypárti képviselők, hanem arra a részére is, hogy azt gondolom, hogy a testületnek saját magának, illetve a bizottságonak is el kell gondolkodnia, hogy azokról a pénzekről, amikről úgynevezett bizottsági keretként döntenek például, azokat is nagyon meg kell szorítani, mert azt gondolom, hogy csak és kizárólag úgy tartható majd a költségvetési rendelet, amit elfogadnak majd 2000-ben, hogyha ezeken a területeken is maximális szigorításokra törekednek majd. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, polgármester úr. Egyet fogunk érteni, képviselő úr, de a végletekig elrontott költségvetést azt én úgy gondolom, hogy egy év alatt kezelni és ezt vállalni, ez túl nagy felelőtlenség lenne. Azt kell megnéznünk, hogy a késre jutókorra milyen kevés terhet hagyunk ebből.
azért, hogy a város működhessen és fejlődhessen. És itt az optimális megoldást kerestük, hisz ha tetszenek látni az előterjesztés és a határozati javaslatot, 14 hónapos moratórium, és utána az egész 718 millió forint 5 éves kezeléséről van szó. Hát hogyha ezt az évi 150 milliónyi összeget egy mindenkor 17 milliárd fölötti költségvetés nem tudja kezelni, mint kései hagyatékot, akkor adják fel azok, akik a kései hagyatékot akarják kezelni. A cél az, hogy minél kevesebbet hagyjunk a késői utódokra, mert formálisan az éves költségvetés szintjén mindig az volt a gyakorlat, hogy úgy tűnt, hogy a jövő évet nem terheli semmi, és a pénzmaradvány pedig mindig negatív volt. És ez vezetett oda, hogy a mínusz 620 millió forintot azt úgy kellett kezelni, hogy folyó költségvetési hiányunk is már volt, hisz ezt mindenki tudomásul vette. Tehát én szeretném kérni az a támogatást, hogy a késői utódoknak is, bárkik legyenek is, kevesebb terhet hagyjunk egyik oldalról, másrészt pedig az aktuális költségvetési problémánkat meg tudjuk oldani. Hozzáteszem, talán látszik az eddigi gazdálkodásból, hogy összesen az 1,3 milliárdos valós költségvetési hiányból mindössze 288 millió forint eddig az, amit ingatlan értékesítésből szedtünk be, és megállítottuk azt a folyamatot, hogy a egyre értékesebb városi ingatlanállományt azt nagyon olcsó pénzért adjuk el. Vagy pedig a költségvetési szükséglethez igazodva értékesítsük. Erre is egy konkrét program készül, teljes állomány áttekintés, vagyonkezelés rendszerének az áttekintése, de ez is egy folyamat, nem lehet egy perc alatt meghozni ezeket a döntéseket. Én ez a folyamathoz kérlem a hozzájárulásukat, és szeretném, hogyha ez a folyamat közös épülésünkre és nem közös veszültségünkre és veszteségünkre zajlana le. Köszönöm szépen, Körömi képviselő. Köszönöm a szót. Az előterjesztés az kísértetiesen ugyanaz, és nyilván az indokolt, hiszen nagyban nem változott a helyzet, mint amit a jogügyrendi bizottság kapott a nyár folyamán. Ebben szerepel az a mondat, hogy ugye augusztus 30-án lejár egy 717 millió forintos működési hitel felvételének a visszafizetési határideje, amit a testület 1998 évi költségvetésének, amit nem szavaztunk meg, elfogadásával vett föl. És a következő áll ebben az előterjesztésben: a hitel visszafizetése, mint kiadási elkötelezettség természetesen szerepel az ez évi költségvetésben, azonban az önkormányzatnak olyan gazdálkodási nehézségekkel kell szembenézni ebben az évben, amelyek miatt gyakorlatilag lehetetlen volt a hitel visszafizetését augusztus 31-ig teljesíteni. Ez ugyanazt vetíti elő, mint amit egy korábbi vitánál már de Blázy Anton képviselőtársa megerősített, hogy mind a követelésállomány eladására, mind pedig a hitel átütemezésére napi likviditási gondok hívták föl nyilván a figyelmet. Ez volt az elsődleges indok. Természetesen nyilvánvaló, hogy stratégiába is kell gondolkodni, tehát ez nem csak egy... nem csak önmagában ez volt az indoka ennek a két lépésnek, hanem nyilván egyfajta konszolidálása a pécsi költségvetésnek. Ezzel nincs is probléma, de ennél a pontnál megint el kell mondani, hogy azért lenne fontos most látni a költségvetés módosításáról szóló rendeletet, és mi örömmel fogadtuk volna, hogy ha a város vezetése nem állítja fel a pénzügyi utavezetőt, és nem teszi be helyére Kerény János képviselő úr volt jelöltjét, azért, hogy ezzel a közgyűlésre a pénzügyi iroda összefog a város vezetésével le tudja tenni a költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet. Azt gondoljuk, hogy a 1998-as év és az ezévi pazarló gazdálkodás felelősségét nem lehet áthárítani az irodavezetőre. És én még egyet szeretnék kérni a polgármester úrtól, mégpedig azt, hogy itt a határozati javaslatban ugye a testület fölhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Én azt kérem, hogy amennyi mozgásterünk van, mindenképpen jó lenne azt tenni, hogy a 14 hónapos türelmi idő után éppen a következő testület iránt érzett felelősségünktől vezéreltetve próbálj meg olyan szerződést kötni az OTP RT-vel, hogy a 717 millió forint és törlesztő részleteit
ennek egy nagyobbik részét az első két évben teljesítse a város a visszafizetését, és csak annyi terhet tegyünk a következő testületre, amennyi föltétlen, indokolt és kikerülhetetlen. Azt hiszem, hogy akkor járunk etikusan, hogyha ezt meglépjük. Ez hasonló lépés lenne, mint amit az előző polgármester úr próbált a 98-as költségvetésnél meglépni, hogy levegye a terhet erről a testületről, akkor azt a többség ott nem fogadta el. Tehát a kérésünk az, hogy csak annyit vigyünk át a következő ciklusra teherként, amennyit föltétlen muszáj átvinni. A többit ez a testület próbálja megigazdálkodni a költségvetéséből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt Hobbover Józsefnek megadnám a szót, én szeretnék dr. Tolnai Mártától elnézést kérni az elhangzottakért, más úgy se teszi meg. Bocsánat, Hobbover képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Ebben a kérdésben kértem én is szót, mert azt hiszem, hogy itt egy erős csúsztatással találkoztunk. Tudnélik, egy koalíciós jelölt, akit egy választáson egy koalíció, ami három szervezetből áll, úgy egy a Nyugdíjasok Egyesülete, kettő a Polgári Kör Pécs, három pedig a Laktász, tehát a megyei lakásszövetkezetek szövetségéből. Úgy gondolom, hogy az nem egy embernek a jelöltje, és ezt a civil koalíció nevében szeretném kikérni. Ennyit erről, de azért szakmailag is hadd vitatkozzak előttem szóló képviselőtársammal. Tudnélik, én úgy érzem, hogy ebben a gazdasági, pénzügyi helyzetben kicsit fából vaskarika lenne az, hogyha ezt az öt évre átütemezhető hitelnek a nagy részét az első két évre visszafizetnénk. Hiszen ugye ebben a vitában is elhangzott az, Szirmai képviselőtársamtól, hogy itt folyamatban vannak olyan lépések, amelyeknek a gyakorlati eredményei nem az első két évben fognak jelentkezni, hanem azután. És egy költségvetésnél, hogyha stabilizálódik a helyzet, ennek a 715 milliónak vagy 717 milliónak az öt évre elosztott visszafizetése abszolút nem jelenthet gondot. Tehát mindenképpen én azt javaslom a közgyűlésnek, hogy az eredeti erőterjesztésben leírtakat fogadjuk el. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Gerjed a vita, de Blázió képviselő. Köszönöm szépen. Én nagyon röviden szeretnék csak arra reagálni, amit Papp Béla levezető elnök úr az előbb mondott. Valami félreértés történhetett szerintem, mert senki nem sértett meg senkit. De hogyha ő neki szokása, hogy minden fél órában elnézést kér mindenkitől, aki a teremben van, tegye. Szerintem jogában áll, kérjen ezentúl fél, majd szólok neki, hogy lejárt a fél óra, lehet elnézést kérni mindenki bűneiért, amit egyébként el sem követtek. Tudnék alapvetően mi a probléma? Az a probléma, hogy egy új főosztályvezető van a pénzügyi főosztály élén. Tény, tény. Ez a főosztályvezető jelöltje volt annak az oldalnak a választásokon? Tény, tény. Én úgy gondolom, hogy ezzel senkit nem sértettünk meg. Ha ez sértő lenne annak, aki ennek a személyét ez érinti, akkor úgy gondolom, hogy nem kellett volna jelöltként elindulnia. Ha meg nem sértő, akkor nem kell elnézést kérni. Köszönöm szépen. A közgyűlés. Eredetileg Körömi Attilát rendre szerettem volna utasítani az elhangzottakért. Természetes, hogy nehéz vitatkozni az ő és de Blázió képviselő úr gondolkodás módjával, hisz azt hiszem, hogy az legkevésbé ide tartozik, hogy Tolnai Márta melyik plakáton volt, mint hogy azt se szoktuk emlegetni, hogy Szabó Tamást kiindította és sikeres gazdasági társasági vezetővé vált. De arról van szó, egy jó fölkészültségi közgazdász vette át a közgazdasági főosztály irányítását. Önök, amikor csúsztatnak, sugalnak, akkor utána mindig a konkrét szöveg, az konkrét szöveg önmagában valóban helytálló. A szövegkörnyezetben pedig azt hiszem, hogy igazam van, és jogosan tettem meg ezt a hozzászólást. És ha ilyenek lesznek, fél óránként meg fogom tenni, mert azt hiszem, hogy a nevezett hölgy és a testület tisztesség ezt megkívánja. Megadom a szót a képviselőnek természetesen. Köszönöm szépen, és továbbra sem haragszom én az alpolgármester úrra, remélem ő sem ér rám, úgyhogy nincs miért haragudnunk. Én továbbra is úgy gondolom, hogy egymás gondolkodás módját a mai napon nem minősítettük, szerintem továbbra se tegyük. Valószínűleg azért nem ülünk egy oldalon, mert másképp gondolkozunk dolgokról. Mi így, ő úgy. De továbbra is én úgy gondolom, hogy a főosztályvezető asszony semmi sértés nem érte, hiszen nem azt mondtuk, hogy nem felkészült közgazdász, nem vontuk kétségbe, sőt azt mondtuk, hogy nyilvánvalóan majd bizonyítani fog, és akkor kiderül, hogy jó volt a választás vagy sem. Nem prejudikáltunk semmit, egyszerűen
képviselőtársam tényeket mondott, amely tények miatt alpolgármester úr megfette. Én azt kértem, hogy ne tegyük ezt egymással, mert nem volt semmi sértő abban, amit mondott. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, van még jelentkező? Kerény János. Köszönöm a szót. Magam és a civil koalíció nevében mondhatom, hogy büszkék vagyunk, és büszke vagyok arra, hogy Tornai Márta a jelöltünk lehetett. Eredményes és kitartó munkát kívánok Tornai Mártának. Munkája szolgáljon a város gyarapodására. Köszönöm szépen. Úgy legyen. Tisztelt képviselőtestület, mielőtt Szirmai Csabának megadnám a szót, és Toller László polgármester úr előterjesztőként reményeink szerint lezárja ezt a szakaszt. Én azt kívántam volna bejelenteni, hogy még 2 nyilvános ülési napirendi pont van, de akkor a szavazás után visszatérnénk erre. Azt hiszem, nem tudjuk már folyamatosan tárgyalni. Szirmai Csabának. Csupán egy mondat, köszönöm a szót, hogyha mondjuk az a megjegyzés, hogy jobb lett volna, hogyha az eredeti pénzügyi főosztályvezető maradt, ha ezzel mondjuk az ő belépését, az újnak a belépését üdvözölték volna, és ezt így fogom fel, akkor minden rendben van. Köszönöm. Toller László, jösszön. Tisztelt közgyűlés, bárki szívesen alkalmazok bármelyik listáról, függetlenül, hogy milyen pártnál indul, hogyha szakmailag alkalmas, ha világnézetét nem itt a közigazgatás keretein belül fejti ki, és meg tudja oldani a ráváló feladatot. Kívánom, hogy a Fidesz is ilyen listát állítson, ahol szabadon tudunk meríteni kiváló szakértőkből. Szakmai kérdésként szeretném elmondani. Igazából értelmezhetetlen számomra az, hogy ciklusokban gondolkodik egy önkormányzat, és számomra értelmezhetetlen az, hogy években gondolkodik egy önkormányzat, mikor a költségvetést készíti. Vagy van, és lesz egy stratégia egy önkormányzatnak, hogy mit akar kezdeni a várossal. Szerintünk nekünk van, mi ezt meghirdettük programban, ennek megfelelően igyekszünk cselekedni. Másik, az, hogy milyen távú kötelezettséget vállal az önkormányzat, természet és piacgazdaságtól teljesen idegen volt az önkormányzat mindeddigi költségvetési gazdálkodása, hiszen pont ez az éves, meg a 4 éves szemlélet tette lehetetlenné azt, hogy bátran eldöntsenek olyan kérdéseket, amiket akkor el lehetett volna dönteni. Kérem, hogyha a költségvetés hűtésével kapcsolatosan egyetlen érdemi intézkedés született volna 1994-től, akkor most nem azt kellene nézni, hogy hogy lehet még 4 évig eszkalálni a hitel, illetve 5 évre átütemezni a hiteleket. Ha lett volna politikai bátorság, vagy szakmai bátorság, vagy egyszerű emberi bátorság ahhoz, hogy meghozzák azokat a döntéseket, amin évekig potyára vita folyt, akkor most nem erről kell dönteni. És hogyha lett volna arra affinitás, szakmai affinitás, amit De Blasio képviselő úr elmondott, ha jól emlékszem, a legelső költségvetési bizottságon, hogy azt a koncepciót, amit előterjesztettünk, tudja támogatni. Sok sikert kíván a megvalósításhoz. Mi azt végezzük, azt hajtjuk végre, lehet, hogy ebben vannak törések, túl sok a konfliktus helyzet, de ezeket a konfliktusokat eddig senki nem vállalta. Kérdezem, miért nem? Lehetett volna. És akkor most nem erről beszélnénk. Én ezért kérem azt, hogy kicsit a múltba úgy pillantsunk, hogy a jövőt próbáljuk megalapozni, és erre mi mindent megteszünk, ha támogatnak bennünket, ha nem. Mert ez a mi felelősségünk, sajnos, vagy hála Istennek, nem tudom, hogy kinek sajnos, kinek hála Istennek, remélem, hogy a város jövőjét építjük vele. Én szeretném ehhez partnerként hívni valamennyi pártot, mint ahogy megtettem korábban is, és szeretném azt, hogy legyen ebben közös felelősségünk. Az nem működik, de a kiadási oldalt mindig támogatjuk, üdvözöljük, a bevételi oldal teljesítésénél mindig vitatkozunk, és utána, amikor egy koncepcionális döntést kell meghozni, akkor távol tartjuk magunkat. Sajnos ez a koalíció ezt nem engedheti meg, de nagyon nyitott abban, hogy ilyen támogatásokat kapjunk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, De Blasio képviselő. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy polgármesterről maximálisan egyet szoktam érteni ezekben a kérdésekben, így szemközt is, és nem rejtem én véghalra, hogy most is egyet értek ezzel.
Ezért is szoktam azt kérni, és hogyha gondom van az eljárási ügyekben, akkor mindig azt mondom, hogy azért van gondom, mert ezek a kérdések nagyon sok esetben koncepcionális kérdések, nagyon sok esetben hosszú távot érintő kérdések, nem egy ciklust érintő, tehát nem ciklusban gondolkodunk mi sem, és úgy gondoljuk, hogy pontosan ezért, mert nem egy ciklusban gondolkodunk, ezért jó lenne olyan döntéseket hozni bizonyos kérdésekben a város jövőjét illetően, amelyek nagy mértékben befolyásolják a jövőt, és nem csak egy formációnak lehet a hitbizománya, és elnézést, ezt mondom, hitbizománya, hanem mindenkinek, aki vállalta a politikai felelősséget, akár ellenzékként, akár kormányzó oldalon ebben a városban, amikor elindult a választásokon. Tehát ezzel maximus egyetértünk, azonban ennek nem itt a közgyűlésben kell mindig lezajlania, hanem, és én megköszönöm azt, amit ma itt képviselőtársaim most mondtak a túloldalról, hogy nagyon sok olyan műhely van, amiről eddig nem tudtunk, de amire most meghívást kaptunk, és én ígérem, mindent meg fog tenni, hogy elmenjünk ezekbe a műhelyekbe. Nem én személyesen, de vannak olyan szakértőink, akiket kérni fogunk, hogy menjenek el, vegyenek részt ebben, hiszen nyilvánvalóan pont az információ hiánya az, ami esetlegesen gyanakvóvá vagy negatívvá tesz gondolkodást. Ne legyünk gyanakvóak, térjünk ki ez elől, legyen információnk, el fogjuk küldeni a képviselőjénket ezekbe a műhelyekbe, és remélem, hogy a koncepcionális ügyekben is jobban egyet tudunk majd érteni. Úgyhogy én ennyit mondtam volna, azt hiszem a frakciónk nevében is, és elnézést, hogyha sokszor szóltunk hozzá, most valószínűleg a következő napi rendi nem fogunk, mert az már most letárgyalásra került. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szavazás következne, ha köröm miatt nem jelentkezett volna. Önnél a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, a határozati javaslatot szeretném kiegészíteni egy második, kvázi második ponttal. Tehát amit le van írva, az lenne az első pont, és lenne egy második pont, amely úgy szólna, hogy szándékosan nem szeretnék semmiféle olyan irányvonalat szabni a Költségvetési Bizottság vizsgálódásának, ami, tehát a saját véleményet rájuk erőltetni, ezért szabadon fogalmazom a kettes pontot, ami így szólna. A közgyűlés felkéri a Költségvetési Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a 14 hónapos türelmi idő eltelte után milyen arányban viselje a hitelátütemezés tőke és kamat terheit ez a közgyűlés, és milyen arányban terhelje a következő ciklusok költségvetését. Ezt szeretném szavazásra föltenni. Köszönöm szépen. Dr. Toller László kérsz. Én ezt olyan természetesnek veszem, és ez a költségvetés mindennapi kezelésének amúgy is a feladata, hogy erre nem tartom indokoltnak külön határozatot hozni. Hozzáteszem azt, hogy ez egy szerződési ajánlat, a másik félnek is el kell fogadni, tehát mi most abban tudunk dönteni, hogy ezt a lehetőséget biztosítjuk-e. Az, hogy milyen kamatszámítások lesznek, hát ehhez azért még sok minden prognózist hozzá kell tenni, mennyi lesz mondjuk 5 év múlva az infláció, milyen kamatterheket kell biztosítani, és pont fordítottnak látszik az a javaslat, amit itt megfogalmaztak néhányan, hogy ha lefelé megy az infláció, lefelé mennek a kamatok, akkor nagy valószínűséggel most úgy kell a fizetési kötelezettséget is vállalnunk, hogy, és ez egybeesik azzal a szándékkal, amit mondanak, hogy később keletkező alacsony a fizetési kötelezettség, de hogyha ezt egyenletesen elosztjuk, akkor most viszont kevesebb a fizetési kötelezettség, hogyha csökkennek a kamatok. Nem tudom, közgazdászoknak talán érthető a dolog, hogyha egyenlő, azonos arányban van most a fizetési kötelezettség, mondjuk 5 évre elosztva, csökkenő kamatok mellett ez alacsonyabb szintet jelent az összetartozás tekintetében, mint hogyha most azt mondjuk, hogy többet fizetünk és később kevesebbet, mert egy inflálódott pénz mellett ez érdekes történet lenne. Tehát ezt ki fogjuk számolni pontosan, én nem tartom, bár szavazhatunk róla, én nem tartom indokoltnak ezt a határozati javaslatot megfogalmazni. Ragaszkodik a képviselő, vagy elfogadja a válaszomat? Pontosan azt kérem, hogy azért tegyük fel a szavazásra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát Körömi Attila módosító javaslatát teszem föl szavazásra. Ennek a lényege az, hogy a Költségvetési Bizottság vizsgálja meg azt, hogy az átütemezett hitel mennyiben terheli ezt a ciklust, illetve mennyiben a következőt. Tehát kérem, aki a módosító javaslatot támogatja, az szavazzék igennel.
Köszönöm szépen, a testület 17 igennel, 9 nem és 11 tartózkodás mellett a módosító javaslatot nem fogadta el. Következik az eredeti határozati javaslat szavazása. Kérem, szavazzunk. Bevette. Akkor is bevette. Ha nincs meg, akkor ebben állunk. Mielőtt az eredményt kihirdetném, kérem... Tehát kérném ellenőrizni, hogy polgármester úr szavazatával mi történt. Tehát a szavazat igen volt nyilván. Tese? Kérek egy ismét a szavazat. Jó. Mire látsa, mehet? Ne, akkor próbáljunk újra, hát, ha szabad. Tehát akkor kérem, most indul újra a szavazás, és kérem, figyelje mindenki a gépét, hogy működik-e. Nem villog, megint nem villog. Akkor én igennel szavaztam, kérem. Jó, tehát a... Sikeres megismételt szavazásnál 23 igen, 16 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot. Tisztelt közgyűlés, azt gondolom, hogy a visszalevő két pont, kérdések, stb. Nem tudjuk a VTV munkatársainak azt a könnyebbséget megadni, hogy most elmehessenek haza, úgyhogy 3:45-kor folytatnánk a nyilvános ülést. Jó étvágyat! Elnézést, lehetne kérni, hogy 3-kor folytassuk? Lehet, de úgyse sikerül. Jó, tehát célozzuk meg a 3 órát. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, reggel 9 óra óta tart a munka az ülésteremben. A napirendi sor keretében a lejárt határidejű határozatokról s a nyári szünet idején hozott bizottsági döntésekről szóló beszámolókat vitatták meg a képviselők. A civil szféra egyesületek, szervezetek támogatásával kapcsolatban többek szerint nem tisztázott, hogy milyen elvek szerint történik a támogatás odaítélése. Egyelőre nem született döntés gróf Batthyány Lajos szobrának felállításáról. A testület újabb bizottsági tárgyalása utalta vissza az aradi vértanúk szobrai alapítvány elképzelését, miszerint a Kossuth téren egy szoborgalériát szeretnének létrehozni az első felelős magyar kormány tagjainak szobraival. Ennek első eleme lenne a Batthyány szobor felállítása, melynek költségét az alapítvány szponzorok segítségével előteremtette. Az avatás október 6-ára tervezték. A döntés azonban legelőbb szeptember 30-án a következő közgyűlésen születhet meg. Elfogadták viszont Bárdos Lajos emléktáblájának elhelyezését, melyet a zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából terveznek. A közgyűlés rendelkezése értelmében változtatási tilalom lép életbe a Béke utca környékén, mivel folyamatban van a rendezési terv készítése a területen. Határoztak Pécs és Tuzla partnervárosi kapcsolatának felvételéről, majd megtárgyalták a Mi asszonyunk női kanonok rend által visszaigényelt Kodolányi gimnázium ügyét. Az épületet ideiglenesen használatba adták a rendnek annak érdekében, hogy a város minél előbb megkapja a magyar kormánytól a funkcióváltáshoz szükséges összeget.
Folytatódik a Bálicsi út középső szakaszának csapadékcsatorna és útépítése. A kivitelezésre a lezárult közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést köt az önkormányzat. Napirendre került a polgármesteri hivatal 2000. évi informatikai problémájának megoldására vonatkozó terv, mely biztosítani fogja a hivatal és intézményeinek folyamatos működését, átállását az új dátumra. A polgármester előterjesztését elfogadva a testület döntött a város hitelének átütemezéséről. A tavaly felvett 717 millió forintos működési hitel visszafizetése idén nem valósulhat meg a gazdálkodási nehézségek miatt. Ezért 5 éves lejáratú fejlesztési hitel keretnyitását kérik az OTP Banktól, azaz a 717 millió forintot 5 év alatt fizeti majd vissza a város. Kedves nézőink, önök közvetítést láttak Pécs megyei jogú város önkormányzatának képviselőtestületének szeptember 16-ai üléséről. Most ebédszünet, ezután az ülés folytatódik.